Beruházások Újfehértón 300 milliós iskola felújítás és 4 belvízgócpont megszüntetését tervezik az elkövetkező években a településen. Jön az erős UV-sugárzás, már a tavaszi sütkérezéskor sem árt az óvatosság, a sugaraknak nem csak jótékony hatásuk lehet, hívják fel a szakemberek a figyelmet. Készigén és világnap, az egészségügyi világszervezet 2009-ben indított kampányt, miután a világon elszaporodtak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések. Háromszázmilliós iskola felújítás és 4 belvízgócpont megszüntetése. Ezek a beruházások valósulnak meg a következő 1-2 évben Újfehértón. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A megye nagyvárosának következő terve, hogy egy fedett piacra is támogatást nyerjen, valamint egy nagyvállalkozás működését is szeretnék a településen tudni, jelenleg ugyanis a cégek nagy százaléka egy 5-fős kisvállalkozás. 26 évvel ezelőtt, 1992-ben az akkori köztársasági elnöktől, Göncz Árpádtól kapta vissza városi rangját Újfehértó. Ezt a titulust először még 1836-ban kapta meg a település, akkor még mezővárosként. Azóta az iparosodás felé is nyitott, és a beruházások is folyamatosak. Újfehértó közigazgatási területileg 14 ezer hektáros nagyságával Nyíregyháza után a második legnagyobb település a megyében. A népességet tekintve pedig az ötödik, közölte Nagy Sándor polgármester 35 perc című műsorunkban. Sok mindennek el kellett még telni ahhoz, hogy a Magyarország legnagyobb falujából város legyen. Én viszont örülök annak, hogy megmaradt a falusi jellege, hiszen az a közvetlenség, az a barátság, ami azért kisebb közösségeknél megvan, kisebb településeken megvan, szerencsére ez nálunk töretlen maradt. Ezentúl Újfehértó még a mai napig a magyar alma fővárosa. Közép-Európa legnagyobb almafajta gyűjteménye a településen található, tette hozzá Nagy Sándor. A város életében számtalan mérföldkő volt. Az első igazán komoly fejlődés akkor történt, amikor a 150-es telefonközpontot sikerült lecserélni a településen, de a gázhálózat kiépítése és a 2000-es években épült iskola, valamint az útfelújítások is a komoly beruházások közé tartoznak. Két-három dolog, ami szerintem meghatározó lesz most 1-2 éven belül. Egyrészt van 2 nyertes topos pályázatunk ez a területi operatív programból. Ez egy iskola felújítás, ami a energetikához kapcsolódik. Ez egy több mint 300 millió forintos nagyságrendű. Ennek jelen pillanatban folyik a közbeszereztetése, és elvileg ennek őszre, október-novemberre be kellene, hogy fejeződjön. Van egy nyertes pályázatunk ilyen belvíz gócpontoknak a megszüntetésére. Ez azért 4 olyan pontot érint a város életében, ahol egy-egy nagyobb esőzés alkalmával folyamatosan belvízvédekezésre volt szüksége, és ez nagyon fontos. Én bízom abban, hogy azért még nem zárultak le a toppos forrásoknak a kiosztása, én még nagyon bízom, hogy 1-2 újabb toppos pályázatunk még célba érhet, és mi nagyon szeretnénk, ha megvalósulna a városnak a régi álma, hogy most már lenne egy fedett olyan piac csarnok, ahol normális körülmények között tudnának az emberek adni, venni, vásárolni, és természetesen közösségi életet is élni. A város tervei között szerepel még az is, hogy egy nagy vállalkozás is működjön a településen. Jelenleg ugyanis a 6-700 vállalkozás nagy része egy 5-fős cégeket jelent Újfehértón. Május 6-án, közel egy hónappal a parlamenti választások után ismét az urnákhoz járulhatnak a záhonyiak, hogy megválasszák a helyhatóságot, amely a 2019-es választásokig hátralévő bő egy évben intézi a határváros ügyeit. Vasárnap a polgármester személyéről és a 6-tagú képviselőtestületről döntenek a szavazók. Az időközi voksolást azért kell megtartani, mert a Helmeczi László független polgármester vezette képviselőtestület február 7-én megtartott ülésén feloszlatta magát. A polgármesterségért újraindul a település eddigi vezetője Helmeczi László, ő is Kövesdi Péter független jelöltként, míg Magyar Zoltán az MSZP színeiben méretteti meg magát. A 6 képviselői helyre 22-en pályáznak,
14-en függetlenként, 3-an a Tegyünk Együtt Záhonyért Egyesület, 2-2-en a Jobbik és a Magyar Munkáspárt, egy jelölt pedig az MSZP delegáltjaként. A 3760 választópolgár vasárnap reggel 6 és este 7 óra között adhatja le voksait Záhony 4 szavazókörében. Már most érdemes felkészülni az erős UV-sugárzás veszélyeire. Ha a sugárzás egy kicsit is nagyobb az optimálisnál, már veszélyesnek számít az élő szervezetekre. A kezdeti hatások közé tartozik a leégés és az allergia, míg hosszabb távon a bőr korai előregedése, pigmentfoltok képződése és különböző bőrrák típusok kialakulása is előfordulhat. Már a tavaszi sütkérezéskor sem árt az óvatosság. A sugaraknak nem csak jótékony hatásuk lehet, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Bár még csak tavasz van, a hőmérő higanyszála már így is többször felkúszott, akár 30 fokig is, az időjárás pedig már a nyarat idézi sok napsütéssel. A tavasz végével és a nyár közelettével érdemes felkészülni az erős UV-sugárzás veszélyeire is. A sugárzás mértéke erősen függ a napmagasságtól, ami a nyári napfordulókor szokott a legmagasabb lenni, de más meteorológiai értékek is befolyásolják azt. Sok minden befolyásolja, ugye felhőzet, akkor a légkörszennyezettség, az ózontartalom nagyon fontos. Most ilyenkor már azért úgy tudnak komolyabb értékek lenni, és hát most ezekben az időszakban éppen viszonylagos ózonhiány van, tehát az átlagosnál kevesebb ózon van. Nyilván a légkördinamika úgy alakult a mostani napokban, és ezért mondjuk az ilyenkor átlagosnak mondhatónál kicsivel magasabb. Az UV-sugárzás egy ponton fontos az élő szervezeteknek, hiszen beindítja a D-vitamin képződést, és kedélyjavító is, de az optimálisnál nagyobb mértékben káros hatásokkal is járhat, rövidebb és hosszabb távon egyaránt. Vannak a rövid távú káros hatások, hogy begyulladhat a bőr, például az UVB sugárzásnál. Az UVA sugárzás pedig rövid távon nagyon szépen lebarnul tőle a bőr, de hosszú távon sajnos tönkreteszi a kötőszövetet és elöregíti a bőrt. Mind az UVA, mind az UVB fénynek a rossz indulatú bőrrákkeltő hatása az nagyon szembetűnő. Ezek miatt a negatív tulajdonságok miatt kell védekezni. A legjobb védekezés az lenne, ha nem érné a bőrünket napfény, de mivel ez elkerülhetetlen, a legjobb megoldás, ha a lehető legtöbb felületen fedjük a bőrünket. A szemünk védelme érdekében UV-szűrős napszemüveg védelme javasolt. Abban az esetben, hogyha strandra megyünk, akkor ugye a ruhával fedés az nem megoldható. Természetesen ilyenkor sem azt szoktuk javasolni, hogy ne feküdjön senki ki a tűző napra, próbáljon meg árnyékba húzódni. Az árnyékba pedig, ha nagyon fontos, akkor persze fürdőruha, de azért lehet ott is bizonyos testrészeket takarni. Vagy pedig, hogyha mondjuk a medencébe fürdünk, vagy kint vagyunk a strandon, akkor pedig magas faktorszámú fényvédő krémmel kell bekenni a bőrünket. A fényvédő krémek felvitele után körülbelül negyed óra szükséges, hogy kifejtse a hatását, és 3 óránként újra fel kell vinni. A főorvos azt tanácsolja, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között fokozottan érdemes védekezni az erősebb UV-sugárzás veszélyei ellen. Pénteken és a hétvégén országszerte így a megyében is elballagnak a diákok a középiskolákból. A ballagás szokása a felvidéki Selmecbányáról származik, ahol az 1870-es években az Erdészeti és Bányászati Akadémia hagyományaként a hallgatók a Ballag már a vén diák kezdetű dal éneklésével búcsúztak el iskolájuktól. Ezek után az egész országban és minden iskola típusban elterjedt a ballagás, és a 20. század elejére már általánossá vált. A ballagás mellett az érettségik, a nemzetiségi írásbelikkel már ma megkezdődtek, a horvát, a német, a román, a szerb és a szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyakból adtak számot tudásukról a diákok. Hétfőn a magyar írásbeli következnek. A 2005-ben bevezetett kétszintű érettségi vizsgarendszer 28. időszakában 1183 helyszínen várhatóan mintegy 110.700-an adnak számot tudásukról. A vizsgákat május 4-e és június 29-e között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik. Lebonyolításukban 3197 érettségi vizsgabizottság működik közre. Az érettségizők közül mintegy 73.400 végzős középiskolás ebben a vizsgaidőszakban teheti le úgynevezett rendes érettségijét. Rajtuk kívül mintegy 37.300-an tesznek majd legalább egy tárgyból valamilyen típusú érettségi vizsgát.
25 iskola, 100 pályamunkája látható a Nyíregyházi Tankerületi Központ kiállításán, mely a Váci Mihály Kulturális Központban nyílt. A Nyíregyházi Tankerületi Központ még tavaly decemberben hirdetett képzőművészeti pályázatot Iskolába járni jó címmel általános és középiskolás tanulók részére. A versenyre minden olyan diák pályázhatott, aki a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő iskolában tanul az idei tanévben. Nevezni bármilyen technikával lehetett, a műnek azt kellett feldolgoznia, mit jelent az adott tanulónak az iskolája. A gyerekek alkotásaiból elsőként az iskolák rendeztek egy mini tárlatot, melyről a három legjobb mű, illetve egy a közönségdíjas alkotás jutott a mostani döntőbe, ahol a tankerületi központ zsűrije 10 pályaművet jutalmaz. A tárlat május 18-áig tekinthető meg a Váci Mihály Kulturális Központban. Május 5-e a készigénés világnap. Az Egészségügyi Világszervezet által indított kampányról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Megnyerte a legjobb négy közé jutásról döntő párharc első meccsét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Vasast fogadták a Continental Arénában, és hátrányból fordítva 71-59-re legyőzték fővárosi ellenfelüket. 13 gólos vereséget szenvedett Mezőkövesden a Nyíregyházi KC. Az NB1B keleti csoportjának 22. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 38-25-re győzték le Bécsi János együttesét. Május 5-e a kézhigiénés világnap. Az Egészségügyi Világszervezet 2009-ben indított kampányt, miután a világon elszaporodtak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések. Magyarország 2010-ben csatlakozott a Világnap program sorozatához. A kézhigiénés világnap célja, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, hogy a kézfertőtlenítés fontossága ma épp úgy érvényes, mint Semmelweis Ignác idejében. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések világszerte több 100 millió embert érintenek. Ezek túlnyomó többsége szennyezett kéz közvetítésével terjednek. A megelőzés szempontjából kiemelten fontos a helyes és megfelelő gyakorisággal végzett fertőtlenítés. A kézmosás akkor távolítja el leghatékonyabban a szennyeződéseket, ha legalább fél percig meleg vízben mosunk kezet, alaposan átdörzsölve az ujjakat és ujjközöket is. Néhány óra leforgása alatt akár 1000 baktérium is megtelepedhet a tenyerünkön és ujjainkon. Egyes baktériumok akár 20 percig, mások akár órákig vagy hetekig képesek életben maradni és fertőzni. Ezek számos betegséget terjeszthetnek. Nagyon jól tudjuk, hogy mindaz, ami esetleg hasmenést például okoz, az kéz útján is terjedhet. Ilyen lehet akár a hepatitis A, de ne arról beszéljünk, hanem akár csak az Escherichia coli okozta hasmenés, vagy akár a Campylobacter okozta hasmenés, ami nagyon gyakran az utazók hasmenése is lehet mind a két kórokozó. Illetőleg természetesen vannak olyan kontaktúton terjedő kórokozók is, amik elvileg nem is annyira kontaktúton terjednek. Tehát például az influenzáról is tudjuk, hogy ez légúti, mégis ha a tenyerünkbe tüsszöntettünk és a váladék ott maradt, akkor akár ilyen kórokozó is mehet kontaktutakon is. Tehát a kéz tisztítása, illetőleg az, hogy váladék ne legyen a kezünkön, ez rendkívül fontos. A kézmosásnak különös jelentősége van az egészségügyi ellátóhelyeken, szociális intézményekben. Ezért az Országos Epidemiológiai Központ a közelmúltban több alkalommal tartott gyakorlattal egybekötött továbbképzést a kézfertőtlenítésről a szociális ellátást nyújtó intézményekben dolgozóknak. Fontos, hogy ne csak ők ismerjék a kéz tisztán tartásának szabályait, hanem a betegek és a hozzátartozók is. Nem csak a kórházakban terjedhetnek kéz útján a fertőzések. Mindenki megfogja például a kilincset, vagy ugyanúgy megfogja a telefonját, a mobiltelefonját. És azokra a dolgokra nem gondolunk, pedig ezek a leglátványosabbak. Ami tényleg, hogyha kéz útjában automatikusan elénk kerülnek, azt meg szoktuk érinteni. Tehát ha megyünk és kéz magasságban bármit érinthetünk, ezek tudnak a legkritikusabb tárgyak lenni. Igazán nem annyira a padló. Az a leglátványosabb, hogy azt mossuk fel, de nem igazán onnan terjednek a kórokozók, mert négy kézláb járni nem szoktunk. A legfontosabb, hogy a kézmagasságban lévő tárgyakat, amelyeket rendszeresen megfogunk, minél gyakrabban tisztítsuk. A szakember tanácsa az, hogy kellő gyakorisága, megfelelő alapossága, elsősorban a saját kezeinket tartsuk tisztán.
Megnyerte a legjobb négy közé jutásról döntő párharc első meccsét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Vasast fogadták a Continental Arénában, és hátrányból fordítva 71-59-re legyőzték fővárosi ellenfelüket. A második mérkőzést vasárnap rendezik Budapesten. Az alapszakaszban hazai pályán mindkét csapat behúzta a győzelmet, de mint sokan elmondták, a rájátszás egy új bajnokság kezdetét jelenti. Jobban kezdett a Vasas, az első negyedet 21-13-ra nyerték a fővárosiak. A második 10 perc meglehetősen pontszegény volt, így a nagyszünetre 31-23-as vendégvezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után perceken belül egyenlítettek a cápák, majd a vezetést is átvette Siska János együttese. A záró 10 percben még egalizálni tudott a Vasas, de a hajrában elkapta a fonalat a házigazda, így nyíregyházi győzelemmel zárult a párharc első felvonása. Mi is ilyen kemény mérkőzésre számítottunk. Mostanában keveset tudtunk edzeni, ez látszott is a támadó játékunkon. Az első félében rosszul védekeztünk, illetve nem dobtuk be a helyzeteinket. Aztán a másik félében erősítettünk a védekezésünkön, és kicsivel jobban támadtunk, és ezért meg tudtuk nyerni. A vendégek edzője elmondta, hogy nagyon sokat hibáztak, amit azért is sajnált, mert szerinte ezúttal verhető lett volna a nyíregyházi együttes. Egy nem túl magas színvonalú mérkőzésen, azért egy rosszul játszó nyíregyháza ellen sikerült még rosszabbul játszanunk. Igazából ez volt az oka. Serdülő szinten nem látok 21-23 eladott labdát, főleg az én csapatomtól. Egy ilyen 3-2-es letámadó zóna ellen igazából, ahol csak át kéne hozni lendülettel a labdát. A harmadik negyed megint nem volt az igazi, amíg az első negyedben, első fél időben a taktikánk úgy gondolom, hogy ült, addig a második fél időben már nem. Ezen is el kell gondolkozni, hogy akkor mit lehet majd változtatni, főleg nekem. De úgy gondolom, hogy ezzel együtt mentálisan rendben volt a csapat, még hogyha el is úszott ez a mérkőzés, sokkal jobban álltunk hozzá, mint az előző mérkőzéshez, de ilyen botrányos játékon nem lehet nyerni, és ez nagy lehetőség volt, mert szerintem a Nyíregyháza is nagyon rosszul játszott. A cserekén beálló Fazekas Csaba jól szállt be a meccsbe, az elől-hátul hasznosan játszó fiatalember végül 12 pontot szerzett. Próbáltam arra odafigyelni, hogy a védekezésemben mindent jól meg tudjak csinálni. Szerencsére ilyen jó csapattársaim vannak, hogy ki tudtuk könnyen szolgálni egymást, és nagyon okosan a második fél időt úgy megnyertük, hogy ezt meg kellett. A párharc második meccsét vasárnap játsszák Budapesten, a harmadik mérkőzést, amennyiben szükség lesz rá, jövő héten szerdán rendezik a Continental Arénában. 13 gólos vereséget szenvedett Mezőkövesden a nyíregyházi KC. Az NB1B keleti csoportjának 22. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 38-25-re győzték le Bécsi János együttesét. Az öt forduló óta nyeretlen NKC a tabella negyedik helyén várja a Kecskemét elleni szezonzáró találkozóját. A bajnoki címre hajtó Mezőkövesd otthonában már a meccs előtt sem volt sok esélye a vendégcsapatnak, tekintve, hogy az előző négy fordulóban mindössze két döntetlenre futott a nyíregyháziak erejéből. A házigazda már az első félidőben eldöntötte a két pont sorsát, 20-10-es hazai vezetésnél vonultak pihenőre a csapatok. A folytatásban mindkét edző igyekezett lehetőséget adni valamennyi játékosának, így jóval kiegyenlítettebb lett a küzdelem, de a különbség tovább nőtt, és végül a Mezőkövesd 13 góllal nyert a formáját nem nagyon találó Nyíregyháza ellen. A csapat egy elég mély gödörbe van, ez már mi meccsek óta tart, és egyelőre nem találjuk az okát, illetve úgy látom, hogy nem az edzés munkával van a probléma, fizikálisan toppon vagyunk, mert jó állapotban vagyunk, vérjük 60 percen keresztül, inkább úgy gondolom, hogy fejbe nem vagyunk ott. Ami eddig jellemző volt ránk, hogy az utolsó időszakokat, az utolsó 5-10 perceket, akár első fél idő, akár második fél idő, azt mindig tudtuk hozni, és tiszták voltunk. Most mind rendre azokat a periódusokat bukjuk el fölé, ahogy visszanézzük a statisztikát. Ebben látom a legnagyobb problémát, illetve az átlövőinknek a nagyon-nagyon gyenge teljesítményében. Mezőkövesden ki lehet kapni, hiszen a Mezőköves szeretné megnyerni a bajnokságot, és ott van az első-második helyen, azonos pontszámmal a Balmazújvárossal. Mi úgy mentünk oda, hogy egy jó mérkőzést szeretnénk játszani, az előző mérkőzések ezt mutatták, tehát a Kövesdel játszottunk három mérkőzést, és mind a három egy gólzáporos mérkőzés volt, de szoros eredmények születtek, győzelem, döntetlen vereség, és szerettem volna, hogyha ebből a mérkőzésből több jön ki. A hétvégi fordulóban a nyíregyháziak szabadnaposak lesznek, így csak a záró fordulóban hazai környezetben a Kecskemét ellen lép majd pályára Bécsi János együttese. Én bízok abba, hogy az elkövetkezendő másfél hétben
a játékosok egy kicsit átértékelik magukba az utolsó mérkőzésnek a szerepét, annál is inkább, mert hazai környezetben játszunk, utolsó bajnoki, és jó lenne azért úgy befejezni a bajnokságot, hogy egy győzelemmel zárjuk. A keleti csoport tabelláját a Balmazújváros vezeti 34 ponttal, a szintén 34 pontos, de egy meccse kevesebbet játszó Mezőkövesd előtt. A 29 pontos Nyíregyháza a negyedik helyen várja a folytatást. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 300 milliós iskola felújítás és 4 belvízgócpont megszüntetése. Ezek a beruházások valósulnak meg a következő 1-2 évben Újfehértón. A megye nagyvárosának következő terve, hogy egy fedett piacra is támogatást nyerjen, valamint egy nagyvállalkozás működését is szeretnék a településen tudni. Jelenleg ugyanis a cégek nagy százaléka 1-5 fős kisvállalkozás. Már most érdemes felkészülni az erős UV-sugárzás veszélyeire. Ha a sugárzás egy kicsit is nagyobb az optimálisnál, már veszélyesnek számít az élő szervezetekre. A kezdeti hatások közé tartozik a leégés és az allergia, míg hosszabb távon a bőr korai előregedése, pigmentfoltok képződése és különböző bőrrák típusok kialakulása is előfordulhat. Az UV-sugárzás már most a tavasz végi nyárias időjárásban is jelentős kockázatot jelent. Írják fel a szakemberek a figyelmet. Május 5-e a Készhigién és Világnap. Az Egészségügyi Világszervezet 2009-ben indított kampányt, miután a világon elszaporodtak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések. Magyarország 2010-ben csatlakozott a Világnap programsorozatához. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, május 4-én pénteken friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik a honlapunkon is, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Szombat estig a Kárpát-medence időjárását továbbra is meleg, változó nedvesség tartalmú, labilisabb rétegződésű levegő alakítja. Az előttünk álló éjszaka változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, majd estétől csökken a felhőzet. Zápor, zivatar néhol előfordulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. Elvétve záporeső, zivatar kialakulhat. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatar környezetében pedig átmenetileg viharossá is fokozódhat. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is napos idő lesz a jellemző, de előfordulnak felhős időszakok, illetve körzetek, és szorványosan záporeső, néhol zivatar is kialakul. Hétfőn legkisebb a csapadék esélye. A hétvégén a maximum hőmérséklet több fokkal meghaladja az ilyenkor szokásosat, a jövő hét elején néhány fokkal gyengül a nappali felmelegedés, majd ismét emelkedik kissé a hőmérséklet.